80-ban vagy 81-ben csináltuk az első filmet, a Különben dühbe jövök. És ugye akkor, amikor Pistával mindig ugye azt mondtuk, hogy gyere, megint van egy gyerekfilm. Hívtak már? Hívtak. Jó, akkor jó, jövünk. És szóval mi ezt úgy fogtuk föl. És ezt most ne legyen ennek pejoratív tartalma, de tényleg úgy fogtuk föl, hogy ugye tudtuk nagyon jó, meg láttuk ugye lelassítva a verekedéseket, minden pif, puf, csináltuk, láttuk, hogy van ügyesen megcsinálva, hogy soha nem éri el a másiknak, ezeket úgy kikockáztuk, meg nem tudom. És csináltuk, hát. És aztán utána jó, láttuk, hogy ennek is marha nagy sikere van, a következő, megint annak is nagy sikere van. És aztán el kellett telni egy 20-25 évnek, mikor már ugye fölnőtt egy másik generáció, hogy fiatal gyerekek, tizenéves gyerekek idézték, mikor föl szóba került, hogy látod, ez a bácsi szinkronizálta a izét, ahol, akkor idézték, ugye mondják, hogy pisztácia elfogyott, csokoládé nem is volt. Szóval ezeket fújták, és akkor ugye rácsodálkoztam, hogy hát azért tulajdonképpen ez is egy végül is egy felelősség. De hát mondom, mi másképp csináltuk jól, mert úgy kellett csinálni, hát ez természetes. De úgy nem gondoltunk bele, hogy ez ennek egy közösség, meg egy emberformáló ereje lesz ezeknek a filmeknek. És most már nem tudom, hanyadik korosztály az napjainkig, akik, volt egy könyvbemutató, Németországban kiadtak egy nagyon szép kiadványt, itt megvették, lefordították és kiadták itt, és annak a bemutatójára meghívtak. És akkor még mondták, hogy itt maradnék egy kicsit dedikálni. Jó, hát itt van egy kicsit. Hát valami vége láthatatlan sorba álltak a Dürer kertbe az emberek, nyakukba gyerekekkel, akik szintén ismerték, tudták már, 6-7-8 éves gyerekek ismerték a filmeket, és valami olyan, hogy hát komoly családapákot jöttek, és hát hogy én meg még óckodtam is, elmondom, mi hát a Terence Hiller írassák alá nevelem. Ja, de hát maga van itt. Ön a mi Terence Hiller. Igen. Volt ugye rá példa, hogy fiatalabb Terence Hillt szinkronizált, egy újra szinkron miatt, azt hiszem. Ugye most már láthattuk is, hogy kicsit ugye lassabban beszél Terence Hill, viszont és valószínű, hogy ön is akkor már így erre ráhangolódott, és mennyire volt kihívás az, amikor a fiatalabb kiadását kellett újra szinkronizálni, és talán egy kicsit pörgősen is. Hát tulajdonképpen ők soha nem hadartak. Egyik se volt hadarós, tehát a fiatal mindig értek nevebeben, néha, hogy szemtelenül odaszólt valamiért, de nem volt jellemző. Az, hogy a fiatalabb, hát voltak a verzióim, nekem is, megmondom őszintén, már mikor eltelt, ugye x év, és akkor fölhívtak, hogy hát van egy film, és mondom, nem szinkronizáltuk azt le? Hát igen, de nem tudom, megint nem volt a kópia, vagy valamit mondtak, teljesen mindegy. És mondtam, hogy de hát mondom, miért már az én hangom, hát már nekem már ten recsegős öreg hangom van. És akkor egyszer mondtam is azt, hogy nem csinálom már, hogy hagyják. És akkor nem akarom mondani, melyik. És akkor tudomásul vette az a cég, amelyik meg volt bízva. És akkor nem mondom a csatorna nevét. Onnan fölhívtak a programigazgató pár, egy fél órán belül, hogy jó napot kívánok, hogy mi a problémája a XY filmmel kapcsolatban. Jaj, mondom, hát én mondom, hát az, akkor voltak izék, hát, nem tudom, hány éves volt, 30 most meg, keresenek valami ízét, mondtam én.
Azt mondja, ja, csak ez a problémája? Nem anyagi? Hát mondom, az anyagiakig el se jutottunk, mondom, csak el. Azt mondja, jó, akkor maga ezzel ne törődjön. Csinálja. Picit korább visszaugranék ismét az időben. Fülhallgatós korszak vagy fülhallgató nélküli korszak? Hát ezt most már így nagyon nehéz letenni egyik vagy másik mellett az ember voksát, mert akkor ugye ezt tudni kellett. Meg kellett. Most, hogyha úgy néha... Bocsánat. Tessék. Ott tartottunk, hogy fülhallgatós. Ja, igen. Szóval fülhallgató. Úgyhogy azt meg kellett tanulni, csinálni kellett. Ma, mikor az ember úgy néha elfeledkezik, ja, vegyük fel, és nem veszem fel a fülhallgatót, úgy próbálom mondani, aztán kapcsolok, hogy ja, hát úgy könnyebb. Hát akkor inkább fölveszem. Szóval akkor azért ez egy nagy mankó volt. Ugye akkor csak ilyen zenei felvételeknél használtuk, úgyhogy... Még egy kérdésem van, ami szintén az életével kapcsolatos. Ha jól tudom, 1960-at írunk, Orvostudományi Egyetem, Színművészeti Egyetem. Akkor még főiskola. Főiskola. Igen. Az utóbbi, hát nem azt mondom, hogy az került választásra, ugye az utóbbira sikerült a felvételi. Hogy jött egyáltalán párhuzamba kettő, hogy orvos, egy egész más tudományág, vagy színművészet? Hát ugye orvos szeretem valami, mi egy alföldi kisvárosba éltünk közel, a kohászatok szüleinek nagyon sok orvos ismerőse volt, tehát olyan természetes volt, hogy én orvos leszek. És akkor utána egy olyan osztályba jártam, ahol nagyon ilyen irodalomkedvelő volt az a Bácskai féle Szentesi Horváth Mihály gimnázium, aki utána ezt a drámatagozatot csinálta, de akkor még nem volt, tehát mikor én jártam, még nem volt drámatagozat, csak hát ő nagyon presszionálta ezt, és akkor engem is ottan voltak ezek a kis diákszínpadok, és akkor a főiskolára fölvettek, és akkor már nem mentem el az orvos egyetemre. Jól döntött? Hát, nem tudom, ezen sokszor annyit. Értem, hogy miért így sikerült, miért nem fordítva. Hát, mindegy, így. Semmi nem történik véletlenül. Igen. Mi soha nem veszekedtünk. Zseniális. Nagyon szépen köszönjük, hogy ránk áldozta az idejét. Egy élménydús beszélgetés volt, azt gondolom. Hát folytatnánk még, biztos vagyok benne reggelig, legalábbis én, de hát sajnos ugye menni kell. Nem kell, sajnos.